Kiemelt fejlesztési prioritás, hogy erősödjön a megye Tiszántúli területének versenyképessége, tájékoztatta televíziónkat F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő. Online egyeztetésen vett részt F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő és Szepesi Tibor Karcagváros polgármestere, a Nagykunság és a Tiszató aktuális területfejlesztési és területrendezési feladataival kapcsolatban Huba Imrével, a megyei közgyűlés elnökével, a választókerület polgármestereivel és a megyei önkormányzat területfejlesztési szakembereivel közösen. Az elkövetkező években több mint 10 milliárd forint nagyságrendű forrás érkezik térségünkbe a versenyképes Magyarország operatív program keretében a gazdaság élinkítésére, iparterületek fejlesztésére, turisztikai beruházásokra, közlekedési infrastruktúra fejlesztésére, a települések lakókörnyezetének és alapszolgáltatásainak fejlesztésére. Emellett további jelentős hazai és uniós források érkeznek a Magyar Falu programon, a Kreatív Régió, Észak-Kelet Magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónán, a különböző turisztikai programokon és egyéb uniós operatív programokon keresztül. Jó hír, hogy Jász Nagykunszolnok megye megyek 2021-2027 területfejlesztési prioritásai között kiemelt helyet kap a Tiszántúli túli térség versenyképességének növelése. Február 26-áig társadalmi egyeztetés alatt áll a Jász Nagykun Szolnok megyei területfejlesztési program 2021-2027 című dokumentum, amelyel kapcsolatban nyitva áll a véleményezés javaslattétel lehetősége önök előtt is. A dokumentum elérhető a www.tfi.jnsm.hu internetes oldalon. Az észrevételeket közvetlenül megküldhetik a Kovács Sándor Parlament kukacgmail.com címre, vagy a Jász Nagykun Szolnok megyei önkormányzat felé az elnök kukacjnsm.hu és a tfi e-mail címekre. Áll a képviselő úr televíziónkhoz eljutatott közleményében.